Pénteken bátorkodott megjelenni a kórusz, amit már egy ideje igencsak vártam, mert hogy nagyon régen ültem űrhajó pilóta fülkében. Utoljára talán az Everspace esetében tettem ezt, ha jól emlékszem. De most, hogy ezt így kimondtam, egyből gyanúba is keverném a Deep Silver-es csapattagokat, hogy valószínűleg nekik is hozzám hasonlóan nagyon tetszett az a játék. Sőt, lehet a filmek világából is tudok tippelni az ízlésvilágukra, mert ha jól sejtem, a néhai stealth mély nyomokat hagyott a srácokban, mert az itteni fő madarunk mind kinézetében, mind pedig viselkedésében igencsak hasonlít a filmben látottakra. Persze, az is lehet, hogy ez pusztán a véletlenek összjátéka, és miközben tovább játszom a naivat, én azt mondom, menjen le az intro, hogy utána részletesen kifejtsem, milyen élmény is volt az aszteroidák között fogócskázni a Circle és a Faceless erőit kergetve. Az első meglepetésem a játék kapcsán az volt, hogy van neki története, mégpedig olyan, amiben akár bele is lehet kavarodni, ha az ember nem teljesen követi a párbeszédeket. Bevallom, volt idő, amikor nem teljesen tudtam, hogy akkor most ki kivel is van. A fő gerince a történetnek persze nagyjából egyértelmű, és nagyon is tetszett, ahová az egész kifutott legvégül. Az alapkoncepció úgy néz ki, hogy van egy nagy proféta nevezetű fazon, aki a Circle nevezetű egyházszerűséget vezeti. A célja, hogy egyesítse a világot és megszüntesse a viszályt, és harmóniába hozza a galaxist. Az egység és harmónia neve pedig Chorus. Ez a fajta gondolatiság viszont nem mindenkinek tetszik, ezért aztán az ilyen esetekben marad a meggyőzés ereje. Ez az erő pedig egy hatalmas flotta képében érkezik a lázadó bolygókra. A haderő vezetői pedig az úgynevezett elderek, akik különleges vadászgépeik és az éterből nyert erejükkel megállíthatatlan erőt képeznek a csatatéren. A proféta az ő segítségükkel győzi meg a népeket, hogy az egy és igaz utat válasszák az elégedetlenkedés helyett. Mi pedig az elderek legjobbikát, Narát személyesítjük majd meg, aki gyakorlatilag a lándzsa hegye a hadjáratok alatt. Azonban a proféta egy idő után teljesen megszállottja lesz a kórusznak, amelyet folyamatosan hajszol. Így aztán idővel már nem lesz túl nagy ára egyetlen egy győzelemnek sem. Az őrülete igazán ott csúcsosodik ki, amikor egy komplett bolygó elpusztítására ad parancsot, melyet Nara gyomra már nem nagyon tud bevenni, de végül is meghúzza a ravaszt. A tette viszont olyan súlyt helyez a vállára és az elméjére, mely során kilép a Circle kötelékéből és elmenekül. Gépét Forszát, mely egyébként saját intelligenciával is rendelkezik, gondosan elrejti a világ kíváncsi tekintete elől, majd beáll roncsvadásznak és megpróbálja elfelejteni a borzalmas dolgokat, melyeket korábban elkövetett. Ez persze nem igazán sikerül neki, mert a sok milliárd ember halálsikolya folyamatosan kísérti őt, amerre csak jár, és a dolgokon az sem nagyon segít, hogy 7 év elteltével a Circle erői megjelennek a szektorban, hogy a korábban általa is hirdetett igét elhozzák az ottani lakosok számára is. Narának nem nagyon van más választása, mint felkeresni régi társát Forszát, aki a sötétben várja, hogy Nara visszatérjen. A homályból előtörve pedig kettejükön fog múlni a galaxis további sorsa. Megállítható-e még a Circle, és vajon milyen kísértetek fognak előkerülni a múltból? Kicsoda igazából Nara? Milyen következményei lettek a tettének? Ezekre a kérdésekre fogunk választ kapni a végjátszás alatt, valamint kulcs információk derülnek ki Forza gyártásáról, vagy éppen születéséről is. A történet végére pedig minden kirakós darab a helyére kerül, és hogy stílszerűen fogalmazzak, a kör bezárul. A történetről elsőre szerintem most ennyit, evezzünk most át az igazán lényeges részre, mégpedig a gameplayre. A helyzet ugyanis az, hogy a játékkal eltöltött nagyjából harmadik óra után éreztem azt, hogy valószínűleg egy szuszra fogom végigvinni a cuccot, függetlenül attól, hogy milyen hosszú a játékidő, mert annyira bejött, amit láttam. Nálam a gameplay élmény szintjén most a csillagos ötös kategóriába esett, még úgy is, hogy a játék végeztével ez a véleményem azért némileg szelidült. És ehhez a dologhoz nyilván azért hozzájárult, hogy én nagyon szeretem a dogfight jellegű pörgős vadászgépes harcokat, amikor kis gépekkel kergetjük egymást és próbáljuk a másikat minél tovább a célkeresztben tartani, amíg valaki végül át nem adja magát az enyészetnek. Na hát a kórusban lényegében ez lesz a fő feladatunk, kitérni, ráfordulni és lőni a megfelelő fegyverrel, mert a játék legerősebb pontja szerintem messze ez lett, hála az égnek, hiszen végül is ez képezi a gameplay gerincét. Kezdéskor már is kapunk egy random hajót, amelyel a tutorial részeket kell letudni. Itt még nem nagyon kapott el a gépszíj, bevallom, mert bár alapvetően tetszett, amit láttam, de hiányoltam pár mozgásformát, melyek nélkül a harc nekem kicsit esetlennek érződött.
Aztán nagyjából úgy bő egy óra után jutottam oda, hogy megszereztem, vagy inkább visszaszereztem fő hajónkat, Forszát. No és kérem szépen, innentől indult be az igazi buli, ugyanis a gépsárkány mellé meg is kaptam első speciális képességemet, a driftet. Amikor is a hajót be lehet forgatni úgy, hogy az közben halad tovább az eredeti irányban. Na, és ez volt az a pont, amikor én konkrétan szerelembe estem. Minden addigi bajom teljesen elszállt, és végre azt éreztem, hogy elkezdtem uralni a légteret. Aztán szépen jöttek az újabb és újabb képességek, melyeket eltérő típusú ellenfelek követtek, és a játék is elkezdett komplexebbé válni. És ahogy azt talán sejtitek, a különböző ellenfelek ellen más-más megközelítés javasolt, szóval a nagy pörgés közben érdemes lesz helyesen azonosítani az ellenféltípusokat, hogy a lehető leggyorsabban tüntessük el őket a környékről. Ehhez három eltérő támadó alkalmatosság lesz a segítségünkre. Az első a minden körülmények között jól használható Gatling, mely tűzgyorsaságával és kinetikus töltényeivel kiválóan alkalmas a nagy lukus sajtgyártásra és az energiapajzsal nem rendelkező ellenséges vasmadarak aprítására. A második a lézer, mely az imént említett energiapajzsok ellen lesz igen hatékony, míg a rakéta a lassabb és vastagon páncélozott jószágokkal szemben segíti kisimítani a nézeteltéréseket. Viszont alapvetően igaz, hogy minden használható mindenre, csak a hatékonyság lesz változó a különböző helyzetekben. A fegyverek egyébként cserélhetőek lesznek erősebb változataikra, így némi fejlődési lehetőség is vár majd ránk a progressz alatt. Ami ezen kívül még pimpelhető, az a burkolat, amitől több életerünk lesz, valamint az energia pajzsunk ereje is kaphat némi tuninkot. Ez utóbbi nyilván erősen kívánatos, ha nem akarunk ütközet közben folyamatosan felsírni, hogy már megint összekarcolták Forza friss fényezését az ellenséges lézernyalábok. A burkolat ugyanis csak a javító drónokkal állítható helyre, amit ritkán nyomhatunk el, de legalábbis jóval kevesebbszer, mint ahogy azt majd szeretnénk, míg a pajzs nagyon hamar és gyorsan töltődik, így a hosszú élet titkát is ennek erejében fogjuk megtalálni. Ezen kívül lesz még három item slotunk is, melyekbe egyéb módosítókat pakolhatunk, amik befolyásolják a hatékonyságunkat. Pajzserő növelés, plusz gatling sebzés, vagy rakéta utántöltési sebességének turbózása, ilyenek. És ezeken felül is lesz még egy mastery és egy right rendszer is. A mastery az arról szól, hogy minél többet használunk valamit, annál jobbak leszünk az adott dologban. Ha valaki már sokat pörgette a gatlingot, akkor az sokkal később fog felhevülni. Amennyiben pedig a pilóta száguldva boost módban szereti felrobbantani az ellenfeleit, akkor a későbbiekben bónusz sebzéscsökkentést kapunk, amikor éppen nagy sebességgel hasítunk a csillagok között. Gyakorlatilag mindenre van egy mastery, ami fejlődni fog, ahogy használjuk a hozzá tartozó cuccot. Végül pedig ott lesznek a rajtok, amelyek lényegében a skilljeinket képezik. És annyit elárulhatok, hogy a vad dolgok is ezen a környéken laknak majd. A kezdeti driftelés mellett idővel egyre durvább képességek kerülnek majd elő. Én egy ideig azt hittem, hogy na, most már ez biztosan nem lehet tovább fokozni, de hát a fejlesztők a kezembe nyomták a sörüket, aztán villantottak egyet. Mindjárt a második right, amit megszerezhetünk, a Hunt névre hallgat, ami hát úgy annyit tud, hogy csak simán beteleportál minket az ellenséges egység háta mögé. Na most ugye lássuk be, hogy ez a képesség azért minden vadászpilóta álma. Ez pedig tovább fokozza majd a Storm, ami lenullázza az ellenséges egységek pajzsát és lekapcsolja az irányítórendszerüket, ergo a szerencsétlenek onnantól irányíthatatlanul sodródnak egy jó darabon. A szűk barlangrendszerekben ez pedig felér majd egy halálos ítélettel, mert az így megbénított egységet garantáltan a sziklafal fogja végleg megállítani. Joggal hihetnénk, hogy na ez már így elég durva, de aztán jön a sztár, amikor is üstökös módjára kezdhetünk száguldozni, mely során ha valakinek sikerül nekikoccanni, attól akár el is köszönhetünk végleg. A mozgás egyébként különösen fontos elem a játéknak, ugyanis ameddig jobbra-balra navigálunk, lényegében alig vagy egyáltalán nem fognak minket eltalálni, azonban ha megállunk, akkor viszont végünk lesz azonnal. És most mondhatnám, hogy ezt minden pilótának érdemes észben tartani, aki játszani szeretne a játékkal, de aki majd parkolni próbál az ellenségek gyűrűjében, az úgyis megtapasztalja azt, amiről most beszélek. Illetve, amit mindenképpen szeretnék kiemelni, az a játék nehézségének jó skálázhatósága. Egyrészt van maga a tényleges nehézségi fokozat, viszont ezen túl is akad még valami, amit mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a legjobb élményt tudja nyújtani a kórusz. Ez pedig az autoaim személyre szabása. A játék alapból a legmagasabb értékre állítja ezt, ami úgy néz ki, hogy elég az ellenséges egység közelébe célozni, és a fegyverrendszer majd korrigálja a távolságot az irányzék és a megsemmisíteni kívánt egység között. Azonban, aki erre nem vágyik, az teljesen ki is kapcsolhatja az automatikus célzás lehetőségét.
Én bevallom, hogy nekem első dolgom volt ezt megtenni, mert szeretem vállalni a felelősséget minden egyes elhibázott lövésért, ugyanakkor egy pontos találat kapcsán így a taps meg még jobban esik a szívemnek. Nyilván az egére játszó ember könnyen beszél ezekről a dolgokról, mert a kontrollerrel alig ha arcoskodnék most itt, inkább azt keresném, hogy hogyan lehet még célzás rásegítést pakolni a fegyverrendszerre, hogy legalább az ellenfeleimet nagyjából néha meg tudjam lőni. A hangok tekintetében én azt gondolom, hogy rendben vagyunk, külön öröm volt hallgatni Nara és Forza párbeszédeit, meg segítenek megérteni a kettejük közötti kapcsolat jellegét, szükségszerűségét és a relációkat. Az ember ugyanis hajlamos néha elgondolkodni azon, hogy most akkor kikinek is a felettese, amikor arról van szó, hogy egy pilóta olyan gépet irányít, amely egyébként saját öntudattal rendelkezik és képes önmagát is vezetni. Viszont van a Chorusnak pár olyan pontja, amely kétségtelenül nem lett a legfényesebb. Az egyik ilyen, hogy a játék Unreal Engine-t használ, ami az eddigi tapasztalatok alapján jóval többre képes, mind textúra minőség kezelésében, mind pedig az animációk terén. A játék indie jellege is talán itt ütközik ki a legjobban. Egyrészt Nara arcmimikája nekem a mocap teljes hiányáról árulkodik, mely bár alapvetően egy indie címtől nem biztos, hogy elvárható technológia, azonban mégis egy 5-6 évvel ezelőtti állapotot idéz, másrészt a nagyobb hajók szétrobbanása sem lett dinamikusan lekezelve, ezért ott is néha meglepően egyszerűnek tűnnek az animációk. És ugyanez a probléma fennáll akkor is, amikor nagyobb hajókat kell néha irányítanunk, az ottani irányítási schéma is egy kicsit, hát, egyszerű lett. És talán ezek azok a technikai részletek, amelyekben a csapatnak majd erősödni érdemes, ha folytatásban gondolkodnak majd, mert kétségtelenül ezek a gyengébb részei az alkotásnak. Ami talán egyetlen egy személyes és igazi fájdalmam volt a játékkal kapcsolatban, az pedig néhány boss harc megvalósítása, például a végén a profétával vívott küzdelem, hát nem teljesen úgy alakult, ahogy én azt elképzeltem, legalábbis az egyik része a csatának biztosan nem. Ez pedig konkrétan az, amikor csak fogócskázni kellett vele, és hát ezt nem tudom szépen megfogalmazni, de kurva sokáig kellett lőni, mert annyi életereje volt. Itt talán egy kicsit kreatívabb megoldás azért befért volna valahova. Na mindegy. Persze én most itt magyarázhatok össze-vissza, de a helyzet az az, hogy nálam ezek a dolgok nem igazán tudtak árnyékot vetni a játékmenetből származó élvezetekre, szerencsére. Á, illetve van még egy mókás dolog, ami nekem szemet szúrt és kiemelném, mert hát tényleg nagyon furcsa. Ez pedig a hajók és a pilóták közötti egyes interakciók megvalósítása. Az itt alkalmazott rendszer ugyanis inkább passzolna egy olyan játékba, ahol embereket és nem űrhajókat irányítunk. Gondolok itt arra, hogy egy párbeszéd indításához nagyjából méterekre kell megközelítenünk egy másik pilóta gépét. Ez egy ilyen játékban szerintem mindenképpen furcsa, mint ahogyan az a jelenet is, amikor éppen ránk lőnek, majd egy baráti hajó, hát hogy is fogalmazzak, elénk ugrik, hogy megvédjen minket. És itt szerintem lehetett volna a rádión beszólni, hogy srácok, ne lőjetek, mert amúgy a haverom is velünk van. Vagy mondjuk, amikor valakit kínozni visznek, és nem kiveszik a pilótát a hajóból, hanem űrhajóstól rakják be egy gépbe. És ez így elmondva furcsán jöhet le, de higgyétek el, hogy a játék közben is ez az lesz. Megmondom őszintén, kicsit furcsának találtam ezt a megvalósítást, mert hát tényleg szokatlan volt, de aki majd játszik a játékkal, az úgyis találkozni fog még ilyenekkel. És ezeken túllépve viszont én erősen ajánlom a cuccot azoknak, akik egy árkád jellegű, látványos és pörgős harcokkal tarkított űrkalandra vágynak. A Chorus egy olyan játék, amely az Everspace következő részéig mindenképpen csillapítani lehet az éjséget. És én megint szeretném kifejezni a reményeimet egy második résszel kapcsolatban, ahol az említett hiányosságokat pótolják és a furcsaságokat normalizálják, mert akkor engem maradéktalanul kenyérre lehet majd kenni. Jó, igazából már most is, de talán akkor még több embert fel lehet majd masszírozni arra a szeletre, amelyen már én is elterülök, mert úgy érzem, van még itt hely mellettem bőven. A legközelebbi viszonttalálkozásig pedig mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, sziasztok!